Rus és Elek azok, akik kikerültek egyébként az Újpest elleni meccshez képest. Bekerült viszont Nikolic Nemanja is, aki ott van elől csatárként majd bent a pályán. Szóval a vendégeknél nem kevesebb, mint hadsere, ahogy hallhattuk már Kondás Eleméréket is beszélgetni erről. Sem Ferenci, sem Bódi, sem Tőzsér, sem a házi gól király Adeniji nincs most ott. A vendégek már tegnap megérkeztek Székesfehérvárra. Ugye eltiltottjuk Kinyik és Habovda, Tőzsér a keretbe sem került be ezúttal, és nagyon-nagyon felforgatott összeállításban a Debrecen. Petják befelé mozog, így Hangyának van lehetősége a vonal mellett följönni. Összjáték Petjákkal, jó a beívelés, és majdnem öngól lett belőle, és Kosickinek kellett odavetődnie, hogy biztosítson. Alaposan meglepte Hangyának ez a borzasztó rossz mozdulata. Stopira okosan helyezkedett Milunovic mögött, érezvén, hogy ott van terület, és majd ő úgyis megszerzi a labdát. Négo. Hodzsics felé az indítás. Hagyja lepattani, Hodzsics éles szögből lőtt el. Nem találta el a kaput. Egészségügyi ivószünet következik, amelyben én szeretném elmondani, hogy az utánunk következő mérkőzésen este 9-től az Újpest fogadja majd a Mezőkövesdet. Pátkai nem kapja. Érkezik Nikolic. Na nézzük, ebből mit tud kezdeni a Debrecen. Igaz, 5-2 a létszámarány. Ennek ellenére itt van a gólhelyzete a Debrecennek. Még kaput sem talált el Trujic ebből. Molfehérvár védőt is odacsalt magára. Az más kérdés, hogy Trujic utána így tudta csak befejezni Stopira mellett. Nagyon zártan védekezik a Debrecen. Itt speciál pont 6 védőjük van egy vonalban, és nagyon nehéz mögéjük kerülni. Hangya ennek ellenére be tudja adni, ott a fejes, mellé. És végül Hodzsics szabadon vehette át a labdát. Jön a beadás. Stopira húzódott előre, és fejelt majdnem gólt. Nem sok híja volt. Fehérvári szöglet, kapufa. Juhász Roland csúsztatott, kirúgás. Nagyon egyedül maradt Juhász, Szatmári lemaradt róla, és ez most egyes-egyedül Juhászon múlott, hogy nem tudta lejjebb irányítani. A szabadrúgást követően Varga Kevin beadása, Adeniji fejjel! És Kovácsi. Valamelyik sarokra megy, azt ki nem szedi a fehérvári kapus. Nikolov, Futács és Hunsó tehát, akik be fognak majd állni egyszerre. Hárman! És közben egy óriási helyzet, amit Stopira hagyott ki közvetlen közelről a szögletet követően. Ezúttal Petják volt, aki beívelte. 18-15, Hodzsics tehát az egyik lejövő, és Futács Márkó áll be az ő helyére. Funsó. Barnára próbálja rávezetni, sőt, be is viszi a 16-oson belülre. Ott a visszagurított labda, nem sokkal ment ez mellé. És egy jó lövés a végére Nikolovtól, bár ez sem talált el a kaput, de talán ebből a kamerállásból jól fogjuk látni, hogy bizony ez nem sokkal ment mellé. Nyolcvanegyedik perc immár. Ott a csúsztatott fejes, szinte a kaputorkából jött ki a labda, Nikolic állt ott a kapufánál, ha jól láttam. Uri tehát. Jön a labda, ott a gól. Futács. Szinte érezni lehetett, hogy ez egy veszélyes szituáció. És megvan a Fehérvár vezető gólja. A 83. percben Futács Márkó. Varga Kevin. Az viszont egy jó labda ki a jobb szélre, mert ott teljesen üresen van a felfutó Bényei. Aztán becselezi magát a pálya közepére. Barát, Adeniji ér még a labdához. Adeniji, ott a gólhelyzet, és fölé durrantja. Nikolic, Uri. Az meg egy remek labda ki középre Kovács felé, aki tol még rajta egyet, és aztán fölélő. Elhagyja a játékteret, Kosicki megint a labda mögött, megint rúghatja előre.